Félrelépni tilos. Nem biztonságos a szabad vizek jégrétege, aki rámegy, szabálysértést követel. Katakombák magyarja. Könyv jelent meg a Kádárországban üldözött költőpap Mécs László életéről. Rendeződik a helyzet, kifizette a játékosok bérét a Haladás, biztonsággal befejezheti a szezont a csapat. Köszöntöm Önöket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Az elmúlt napok hideg időjárása miatt befagytak a tavak Szombathelyen és környékén. A bizonytalan jégvastagság miatt azonban a szabad vizek többségénél tilos a jégre menni. Ha megtörténik a baj, a vízben gyorsan kialakulhat a hidegsokk. A tűzoltók több napon keresztül a Csónakázó tavon gyakorolják, hogyan kell a jégből embert menteni. Jégre lépni, illetve azon korcsolyázni szigorúan tilos, hirdeti a tábla. Ez érvényes valamennyi horgász és bányatavon, így a Csónakázó tónál is. Vasvár megyében az elmúlt években embereket szerencsére nem, csak őzeket kellett menteni a jégről. Semmiképp sem menjünk természetes vizekre úgy korcsolyázni vagy csúszkálni, hogyha ezt tiltó jelzést látunk. Abban az esetben ugye minden tónak, illetve horgásztónak és ilyen csónakázó tavaknak is megvan az üzemeltetője, vagy az önkormányzat, vagy egy horgászegyesület, és ők fogják a tiltójelzést kitenni, vagy kiszabni azt a területet, ahol viszont szabad csúszkálni. Mivel térségünkben nem volt tartósan -10 fok alatt a hőmérséklet, így bizonytalan a jég vastagsága a tavakon. Aki a tiltótábla ellenére mégis a jégre lép, büntetésre számíthat. A Vasvár megyei rendőrök a téli időszakban a balesetek megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrzik a szabad vizek környékét. Aki a jégen tartózkodás szabályait megszegi, azzal szemben helyszíni bírság szabható ki, valamint szabálysértési feljelentés tehető vele szemben. A szabálysértési pénzbírság ebben az esetben helyszíni bírság esetén 65 000 forintig terjedhet, míg szabálysértési feljelentés esetén pedig 200 000 forintig terjed a bírság. A Csónakázó tavon a szombathelyi hivatásos tűzoltók mindhárom szolgálati csoportja egy-egy napon keresztül szimulálja a jégről mentést. Ebben egy új csónak is segítségükre van, amit most először használtak éles helyzetben. A gyakorlat során a bábú megközelítését különböző eszközökkel, baltával, biztosítókötelekkel segítették. A katasztrófavédelem munkatársa elmondta, hogyha mégis jégre téved az ember és rianó, repedező hangot hall, hasonkúszva próbáljon a part felé mászni. Amennyiben valaki segítségre szorul, a partról hosszabb faággal vagy rúddal próbálhatjuk kimenteni, de mindezt csak további élet kockáztatása nélkül tehetjük meg, és mindenképpen hívjuk a 112-es segélyhívó telefonszámot. Elhangzott, hogy a Vármegye rendelkezik mesterséges jégpályával, ami biztonságosabb kikapcsolódási lehetőséget biztosít, mint a természetes vizek veszélyes jege. A szombathelyi tűzoltó laktanyát járhatták be a Jászai utcai közösségi tér programjainak rendszeres látogatói hétfőn. Az érdeklődők megismerhették az épület történetét, és megtekinthették az oltási-mentési munkához használt járműveket, felszereléseket. Mintegy 30 érdeklődő érkezett a szombathelyi tűzoltó laktanyához hétfőn, hogy körbevezessék őket az épületben. A Jászai utcai közösségi tér honlapján meghirdetett eseményre néhányan a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ által működtetett idős klubokból is csatlakoztak. Elég gyakran szoktak hozzánk egy olyan kéréssel fordulni, hogy szeretnék megtekinteni csoportosan a laktanyát, akár itt Szombathelyen, akár bármelyik hivatásos tűzoltó parancsnokságunkon itt a Vármegyében. Ezt előszeretettel gyermekek, óvodások, iskolások, középiskolások szokták választani ezt a lehetőséget, azonban a mai napon többségében nyugdíjasok látogattak el hozzánk ide a Szombathelyi hivatásos tűzoltó parancsnokságra. A látogatóknak Egyed László tűzoltó alezredes mesélt a szombathelyi tűzoltóság történetéről. A Szombathelyi Tűzoltó Egyesület, az önkéntes tűzoltó egyesület az 1872-ben alakult, és az a város egyik legrégebb egyesülete, mint társadalmi szerveződés. Az érdeklődők sok más érdekesség mellett megtudták például, hogy régen a mentőszolgálatot is a tűzoltók látták el, és hogy a tűzoltó laktanya az 50-es években épült. Nekem tetszik, amit látok, és alig várom, hogy megismerjem az összes többi részét ennek a tűzoltóságnak. Érdekes volt az előadás, amit az úr adott nekünk, és köszönjük szépen. Az emeleti csapatemlékhelyen régi felszerelések és dokumentumok várták a látogatókat, a gyerekek pedig felpróbálhatták a különféle tűzoltó sisakokat. A körbevezetés a szertárban ért véget. Katakombák magyarja címmel megjelent a szombathelyi születésű Czapáry Martincsevics András könyve, amely Mécs László premontrei papköltőnek állít emléket. A Kádár korszak jelentős alkotóját szoros állambiztonsági megfigyelés alatt tartották. Nagy érdeklődés kísérte a Berzsenyi Dániel könyvtárban megtartott könyvbemutatót. Mécs László, Katakombák magyarja. Plakát hősöcskék. Pöffeszkedjetek! A címadó vers is elhangzott a Berzsenyi Dániel könyvtárban megrendezett könyvbemutató megnyitóján. A kötet a premontrei szerzetes és költő életének egy jelentős időszakát dolgozza fel. A kiadványt a szombathelyi születésű Czapáry Martincsevics András jegyzi, aki újszerű módon eddig ismeretlen állambiztonsági megfigyelések dokumentumait is felhasználta. A történelmi egyházak államvédelmi és állambiztonsági megfigyelésére próbálta a szerző helyezni a hangsúlyt, úgyhogy ezért volt fontos Mécs László, premontrei papköltő tevékenységének több évtizeden keresztüli megfigyelése. És ebből való vizsgálati anyagoknak, a tanulságainak a levonása, és ezt a nagy közönséggel való megismertetése. Az igazságügyi informatikai szakértő 4 év alatt több mint 10 000 oldalnyi Mécs László tevékenységéről szóló állambiztonsági anyagot olvasott el. Ezek feldolgozása után a pap költő élettörténetét és verseit is teljesen új színben tünteti fel. A szerző leginkább az 1945 és 78 közti időszakra, a bujkálás éveire fókuszált. A kötet tavaly az ünnepi könyvhéten jelent meg. A 3. év táján én erőt vett rajtam az a felismerés, hogy ebből muszáj egy könyvet írni, mert egyrészt nagyon érdekes, tanulságos történetek bomlottak itt ki a dokumentumokból, másrésztről pedig azt gondolom, hogy a puha Kádár diktatúra, az úgynevezett puha Kádár diktatúra egyházak elleni tevékenysége az feltétlenül mindenképpen egy közérdeklődésre számot tartó téma, és meg kell ismerni. A második világháború után jellemző volt, hogy a szabadon gondolkodó szerzők, költők akár 10 év börtönt is kockáztattak, ha munkásságukat államellenesnek minősítették. A könyvbemutatón elhangzott Mécs László élete legyen intőjel, hiszen könnyen felejtünk, és nem szabad, hogy fontos történetek a múlt homályába vesszenek. Az Alföldön honos sisakos sáska lett az év rovara, amely hazánkban védettség alatt áll. Az év lepkéjének pedig a közönséges medvelepkét választották meg. Ez színpompás faj változatos módszerekkel védekezik a ragadozók ellen. 3 a homokpusztákat, száraz gyepeket kedvelő faj közül lehetett választani idén a Magyar Rovartani Társaság évrovara szavazásán. A csapócserebogarat és a pusztai hangyalesőt előzte meg a sisakos sáska. Az Alföldön honos elterjedésének északi határa Szlovákia. Jellegzetes alakja miatt nem téveszthető össze más egyenes szárnyú fajjal, vannak zöld és barna példányai. Nagy hőigénnyel rendelkezik, kedveli a meleget. Az életmódja is egy kicsit tolódik a többi hazai egyenes szárnyhoz képest, viszonylag későn kell ki a földbe rakott tojásokból, augusztus végére éri el az ivaréretkort, ekkor gyakorlatilag újra tojást raknak a nőstények, és el is pusztulnak a kifejlett egyedek, és tojás alakban vészeli át a telet. Jobbára a füves, homokos pusztaságokon fordul elő, de kedveli a nyílt növényzet nélküli talajfelszínt, mert a talajról visszaverődő hőt is felhasználja napi aktivitásához, illetőleg az egyedfejlődés véghezviteléhez. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület lepkevédelmi szakosztálya második alkalommal szavazta meg az év lepkéjét. A közönséges medvelepkére voksoltak legtöbben. Előső szárnyai krémszínűek, rajta barna foltokkal, a hátsók narancssárgák, ezeket kék foltok díszítik. Élénk színei védik őt a rávadászó állatoktól, de más módon is védekezik. Az éjszakai életmódból fakadóan a denevérek is vadásszák, de képes hangot kiadni a repülőlepke, ezáltal megtéveszti az őt üldöző denevért, és adott esetben így is egérutat nyer, tehát kettős védekezési rendszerrel rendelkezik a lepke. Sőt, az előtor előső részén van egy kis vöröses pamacs, amiből szintén eléggé bűzös vegyületeket tud kijuttatni a lepke, ami további lehetőséget teremt arra, hogy elmeneküljön az üldözője elé. Ezt a fajt az egész ország területén megfigyelhetjük. Taggyűlést tartott kedden a Szombathelyi Haladás tulajdonosi köre. A klubot érintő anyagi problémák megoldódni látszanak. Január 10-én már a decemberi bérüket is megkapták a játékosok és a szakmai stáb munkatársai. Az egyéb tartozások rendezése folyamatban van, a további várható bevételek pedig biztosítják a szezon biztonságos befejezését, valamint a klub licenckéremének feltételeit. A tulajdonosok elfogadták Sillei Árpád ügyvezető lemondását. A Szombathelyi Önkormányzat mint kisebbségi tulajdonos kérésére kedden megtartotta első taggyűlését a Haladás Labdarúgó Kft., amelyről közleményben tájékoztatták a szurkolókat. Az ügyvezetői összegzésből kiderült, hogy a klubnak a játékosok és stábtagok irányába január 5-e óta nincs munkabér jellegű tartozása. Január 10-én a decemberi fizetéseket is maradéktalanul megkapták. Az egyéb, még fennálló kötelezettségek rendezése folyamatban van. A taggyűlésen elhangzott, hogy a tervezett bevételekkel az Egyesület pénzügyi helyzete stabilizálódott, így biztonságosan befejezhetik a bajnoki idényt, és biztosítottá váltak a Vasi Klub licenckérelmének feltételei is a következő idényre. A decemberi informális egyeztetésen Sélei Árpád ügyvezető benyújtotta lemondását, ezt a januári taggyűlésen el is fogadtak a tulajdonosok. Két győztes mérkőzést ünnepelhetett a korosztályos bajnokság hétvégi fordulójában az ifjú Solymok kosárlabda csapata. Az Zalaegerszeg és a Körmend lány együttese sem tudta megakadályozni a szombathelyiek magabiztos sikerét. A legutóbbi hétvégén hazai pályán folytatta a bajnoki pontvadászatot az ifjú Solymok korosztályos kosárlabda csapata. Az 5. régió B csoportjában érdekelt szombathelyi fiúk a Körmend és a Zalaegerszeg lány együttesével mérkőztek meg. Az alaiak ellen nagyon jól kezdték a találkozót a hazaiak. Szigorú védekezés mellett labdaszerzésből indított gyors akciókat vezettek Szarka Zsuzsanna tanítványai. A magassági fölényt sebességgel kompenzálták a Solymok, és már a nagyszünetben megmutató előnyre tett szert. Nem fékeztek a térfélcsere után sem, és türelmes játékkal fokozatosan növelni tudták a különbséget. Mindkét vezetőedző cserélte játékosait, akik egy közönség szórakoztató mérkőzést hoztak össze. Az utolsó percben csak az volt a kérdés, hogy az ifjú Solymok megdobják-e 100. pontjukat. Ez végül az utolsó másodpercben sikerült. A hazaiak mestere elégedett volt a 100-21-re megnyert találkozót követően. A győzelem nálam az egy másodlagos szempont, természetesen tudniuk kell, hogy mikor mennyit ér egy győzelem. Nálam úgy van, hogy van egy 1 ENS győzelem, 3 ENS győzelem, most mindent megtettek érte, és ez így 3 ENS győzelem volt. A vereség ellenére bizakodó volt a Szóese korábbi játékosa, a vendégek jelenlegi vezetőedzője. Tudtuk, hogy a fiúk ellen nagyon nehéz dolgunk lesz. Próbáltam a lányokat felkészíteni az edzéseken, hogy azért a fiúk azért mégiscsak fiúk, és próbáltuk a posztbefutáseket, illetve az erőt egyensúlyozni, viszont ebből nagyon kevés valósult meg a mai napon. Nyilván ebben a korosztályban még nagyon változó, vannak nagyon jó meccseink, nagyon rossz meccseink, úgyhogy nem baj, ebből tanulunk és megyünk tovább. Az ifjú Solymok a játéknap másik mérkőzésén is remekeltek, és bár szorosabb mérkőzést játszottak a Körmenddel, végül 59-34-es győzelmet ünnepelhettek. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen, illetve Facebook oldalunkon is megtekinthetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!